egy esküvőn szolgáltattam zenét, és oda jött egy jól öltözött úriember, és azt mondta, gyere már ide, lakodalmas ne. Hát nagyon befeszültem, hisz egy lakodalomban mulatni szoktak az emberek, és ha nem is lassú, de valamiképpen gyors nót, ezt tudtuk húzni 9 óráig, és majdnem elzavartak minket az a többi 100 ember, hogy igenis mulatni jöttünk, és elkezdtünk játszani. Hajnal 2 órakor az az úriember, aki engem óvaintett, hogy játsszak lakodalmast, ő táncolt az asztal tetején. Véleményvezérek. A műsorban elhangzó gondolatok, vélemények. Mert ez egy véleményműsor. Ezért hívjuk így. Véleményvezérek. Vagyis Kembe Szorel és Indián. Ez itt a Véleményvezérek Kembe Szorellel és Indiánnal. Sziasztok, szevasztok. Hello, sziasztok. Nos, és természetesen, ahogy azt megszokhattátok, mindig hozunk valami érdekes és szívbe markoló témát, vagy most sok embert érint. Kicsit provokatívat hozunk. Igen, és azért érdekes, hogy ez sok embert érint, sőt, szerintem Magyarországon azért a lakosság nagy részét érinti, mert nem tudom elképzelni, hogy valaki, bárki az országban ne ismerne legalább egyet. Egyet, igen. Ez és az egyik. Kettőn álszentnek is érzem, amikor sokan ezt így oda mondják. Nem? És akkor a hajnali 2-kor, amikor már a bulik végén megváltozik a hangulat, akkor érdekes, mindig ide kanyarodunk, de amikor valaki pipet józan, akkor bedobja ezt a... Olyan, mint a Győzike Show, senki nem nézte, de mindenki iszonyat nézettségi mutatókat produkált. Nos, de hát, hogy miről beszélgetünk, ugye a mai témánk az nem más, mint a mulatós zene. Igen, és ugye ezt sokan oda szokták mondani, hogy mulatós az ciki. A mulatós ciki. Szóval ez a kijelentő mód, amit megpróbálunk körbe beszélgetni, de hogy én nekem egyébként csak ilyen saját példát mindig szoktunk hozni. Nekem az első kapcsolatfelvételem ezzel a zenei stílusra az nagyszüleimnek köszönhető volt, hogy a Békés megyében magyarbán helyesen élnek, vagy éltek. Az összes rokonom, még az első magyar része, nyilván nem a kongóiak, ott élnek még a mai napig is a viharsarokban, és folyamatosan tud ez ment otthon, de folyamatosan. Hát nagyszüleim is, és kívülről tudtak minden dalt. Igen, még akkor 3+2, az volt a nagy menés, és nem volt olyan társasági esemény, hogy ilyen mai friss szóval éljek, amiben ne lett volna túlnyomó többségben mulatós muzsika. Most ehhez képest ugye meg volt egyszer egy ilyen periódus, hogy legalábbis szakmai berkeken belül, de aztán majd van itt egy, nem is egy, hanem 3 olyan ember, aki lehet jobban tudja ezt, mint én, hogy volt egyszer egy ilyen perifériára szorulás, aztán egyszer csak visszakerült így a mainstream vonalba, nem feltétlenül a szó klasszikus értelmében ez a műfaj. És utána újra föl. Igen, és akkor, na. És talán azt mondhatom, hogy így ez... Így a megbékélés, vagy a, nem tudom, nem jó szó ez. Konszolidáció időszakát igen, éljük. Igen, ugye a nézését és a járását, ezt talán mindenki ismeri ezt a két mondatot szólt, hogy onnan megint elindult egy pozitív, tehát ott megint eltűnt az álszentség? Nem tudom, fene se tudja, mert mai napig hallok olyat, olvasok olyat, hogy ez így ciki, úgy ciki, aztán már meglátjuk, hogy mennyire ciki, mert vannak ennél sokkal szakavatottabb emberek is itt velünk a stúdióban. Akkor gyorsan mondom, itt van velünk Szekér Alexandra, az Eldorado együttes énekesnője. Hello, Szandi. Sziasztok. Szia. Mondhatjuk, hogy Szandi vagy Szandra, vagy hogy szeretnél? Inkább Szandra. Oké, meg jó. Hát ugye meg a Szandi az. Igen, az egy másik brand. Igen, itt van velünk Siher Feri, zeneszerző, énekes. Hello. Sziasztok. És itt van velünk Dreadbíró Zsolt, zeneipari szakértő. Szia! Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Akkor belecsapunk a lecsóban, mint a görögök, ugye, immédiás rész. Hogy mit szóltok ehhez a kijelentéshez, hogy ciki a mulatos? Annyit hadd tegyek hozzá, pont, hogy jól említettétek a 3+2-t. 1986-ban 1,5 millió lemezt adtak el, és hát ugye mulatos zene. És még Magyarországon a mai napig nem volt szerintem még a műfajban. Lehet, hogy műfajon kívül is olyan vidám, mulatos zené, éneklő zenész, aki 1,5 millió lemezt adott volna el, vagy kazettát. Uh-huh. Szandra, mit gondolsz? Ciki a mulatos? Én úgy gondolom, hogy szerintem nem ciki a mulatos, ugyan én a popot képviselem, de mellette éjszakásban csinálom a mulatosat is. Uh-huh. És én szerintem abszolút nem ciklés, mert megvan mindennek a maga szépsége szerintem. Azért kérdezem, mert hogy alapvetően nekem olyan információim vannak, hogy neked azért egy egészen klasszikus műfaji képzettséged van énekesnőként, ami igen. Opera. Attól viszont, tehát ez Mekka Jeruzsálemtől. Hát vagy van. Makó, bocsánat. Én operával kezdtem, igen, a zenei főiskolán, és nagyon, még a mai napig is amúgy űzöm ezt is, el szoktam járni esküvőkre is, minden. És mellette ugye, hát tényleg ugye képviseljük ezt a pop részt, amit nagyon-nagyon szeretünk,
de ugyanúgy mi a mulatósat is csináljuk, amit szintén nagyon-nagyon szeretünk, úgyhogy nekem nincs vele semmi. Erre visszatérünk majd mindjárt, de Dreadbíró Zsolt itt van velünk, ugye, és mivel mi úgy apostrofáltunk téged, egy zeneipari szakértő, azért akkor ebből az aspektusból tekintve mit szólsz a felvetésünkhöz, mert ez nagyon érdekelne. Hát ez, a műfajok azok mindig nagyon nehéz témák egyébként ebbe a történetbe, mert meg kell nézni, hogy honnan tekintünk az adott műfajra. Tehát nagyon egyszerű példával élve, hogyha egy klasszikus zenével foglalkozó embert megkérdezel, akkor ő azt fogja mondani a rockzenére, hogy hát az egy tingli-tangli négy akkordos valami, de hogyha a rockzenészt megkérdezed, akkor azt fogja mondani a mulatós zenére, hogy jó, hát az semmi, de ha a mulatós zenészt megkérdezed, akkor nyilván ő is fog találni, mondjuk a trappet megtalálja, hogy de hát az semmi. Tehát mindig a nézőpont fontos szerintem, tehát hogy honnan nézzük ezt az egész helyzetet. Na most szakmai nézőpontokat mondtál. Ez abszolút szakmai körben, nézőpont igen. Első körben, és azt gondolom, hogy helye van, ugyanis a közönség legitimálja ezeket a műfajokat, azáltal, hogy megveszi adott esetben a lemezt, ahogy a Feri említette, vagy elmegy a koncertekre, és ott jól érzi magát. Aztán, amit az Indián mondott, az is tökre úgy van, ahogy mondtad, hogy az emberek, amikor már így kicsit felöntenek a garatra, akkor hirtelen levetkőzik azokat a gátlásaikat, amik igazából fejben vannak a műfajokkal kapcsolatban, és akkor megy az ereszdel a hajamat. És... De abból is szerintem ki lehet indulni, nagyon közel áll szerintem az én gondolatom, hogy nem gyártanak mulatós zenészeknek külön gitárt, vagy zongorát, vagy nincs olyan, hogy mulatós mikrofon. Hát akkor valamiképpen ugye abban a mikrofonban, abban a gitárban, gitáron át, az szólal meg, és nyilván itt már mércét lehet adni. Tehát azt szoktam mondani, hogy azon a kis klaviatúrán minden hang megvan, csak meg kell találni, és jól kell egymás után egybe rakni őket. Igen, meg már kitalálták ezeket a hangokat, ugye így van. Már egy ideje. Na, de hogy azért mondtam neked, Szandra, hogy visszatérnénk még egy picit ehhez, mert ez egy nagy út, tehát van valami olyan elképzelése valakinek művészeti lélekkel megáldva, mint neked, hogy opera, tehát a nagy művek, az iszonyatos tánckar, meg a nem tudom micsoda, élő zenekar, szimfonikusok, etc. a mögötte, és ehhez képest, tehát ez a ló másik oldala, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát ez egy tök másik szegmense a világnak. Ez kényszer szülte, ez benne volt a levegőben, de csak így elmentél és megtanultál operát énekelni. Szóval ez lenne az érdekes, mi a motiváció annak, hogy valaki egy nagyon komoly műfajból áttér egy nagyon publikus műfajba? Hát igazából ugye én kiskoromban ezt ugye terveztem, hogy én énekesnő szeretnék lenni. És akkor ugye én, amikor így kimaradtam a középiskolából, én azt ugye elterveztem, hogy akkor megyek a zenei főiskolára, el is mentem, és ott igazából nekem nem volt más lehetőségem, mint ez a szak. Ami nagyon jól is ment, mert én a zeneiskolában is ugye ezt tanultam. Aztán utána valahogy ez így szép lassan így abba maradt, és aztán az Attilával elkezdtük ugye ezt a vonalat úgy képviselni. Kényszerből? Vagy azt nem. Mondtátok, hogy hát figyelj, ebben van egy piaci rés, nekünk megvan a helyünk benne, azt gondoljuk, csapjunk bele. Igazából ez nem kényszer volt, hanem ezt mi nagyon szerettük csinálni, nagyon szerettem énekelni, akkor már csináltam mulatósat is közben, az Attila viszont rockzenész volt, hozzáteszem, és valahogy egy nagyon jó párost alkottunk, és így megpróbáltunk gitár, ének, és valahogy ez így jött magától az egész, és ez így jó volt. Tényleg ez mindenkinek szólna egyébként, hogy általában mondjuk Zsolt, hogy látod, hogy mikor felvezetőben elmondtuk, hogy itt voltak hullámvegyek, nem tudom, hogy voltak-e, mikor vagy sem. Mikor apostrofálták magát a mulatos. Igen, műfaj. Hogy volt-e helye szakmán belül, most, hogy már van helye szakmán belül, nem tudom, hogy régen nem volt, vagy hogy volt ez egyáltalán. Én azt gondolom, ez a mai napig azért rezeg a léc. Tehát, hogyha szakmai körökben kérdezgetjük ezt a dolgot, azért én szerintem nyugodtan kimondhatom, hogy van egyfajta megvetés, vagy egy ilyen lenézése a magasabb művészi színvonalat maguknak gondoló emberek szájából annak, hogy a mulatós az olyan valamilyen rossz ez dolog. Miért alakulhatott ez ki? Holott én az ellenkezőjét mondom, hogy előbb-utóbb minden buliba, minden családban, minden, de ez kortól függetlenül 10-14-20 évesektől a 60-70-ig, hogy mindig ez indul el egy idő után. És a dolgait is ismerem, a Feriéket is ismerem, de a különféle zenei szervezetekben én képviselek olyan alkotókat, akik különböző műfajokból jöttek. És ez borzasztó nehéz megértetni, hogy az ember nem úgy kell fel, hogy
most én vagy gennyesre fogom keresni magam mulatós zenészként, vagy azzal kell, hogy igazából utálom mulatós, de mégis azt csinálom. Tehát szerintem ez belülről jön. Tehát én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki csak azért kezdett a mulatós zenével foglalkozni zenészként, mert hogy ez egy tök jó megélhetés. Tehát szerintem azért kezdenek az emberek zenélni, mert szeretnének zenélni. Aztán valakinek ez tetszik, valakinek az. Én a hörgős metált például ki nem állhatom. Tehát, de látom igen, azt. Tehát sok műfajon belül is van azért ellentét, tehát a rock és a DJ élből nagyon sokáig ellentét volt, sőt, még a rock, meg a pop is. Igen, csak tudod, de azt látom azt, hogy vannak emberek, akik szeretik, bocsánat, hogy, de látom azt, hogy szeretik, és igazából én ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy ez fos, hogyha látom azt, hogy van egy közönség ennek a dolognak, és az a közönség meg működteti azt az adott műfajt. De hogy közben meg azt érzem, hogy még mindig van egy ilyen mostoha gyerek effekt ebben a műfajban valamiért, amit azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk megbeszélni, hogy mi lehet ennek az oka. Hiszen a második kerület felső 10.000-ben is gyakorlatilag előkerül, ahogy Indi említette, minden egyes alkalommal, amikor az emberek most már ugye hangulatba kerülnek, és bármelyik legkisebb faluban is. És egyre több a platform is. Így van. Ami ezt szolgálja. És ez nem véletlen. Van rá a felvevő piac. És nem véletlen, hogyha van platform, akkor ebben van valamilyen fajta potenciál is, ami ellentétbe áll azzal, hogy én azt érzem, hogy egyébként meg mostoha gyerek a műfaj. Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy valaki valamit jól csinál, akkor előbb-utóbb jön a pénz is vele természetesen. Tehát, hogy azért ezt a műfajt is lehet jól meg rosszul csinálni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a műfajt művelőkön belül is azért van egyfajta hierarchia, hogy ki az, aki mondjuk ezt egy magasabb színvonalon űzi, ezt zenei színvonalon mondom a műfajon belül, vagy ki az, aki hát kevésbé igényes a saját munkájára. Ez szerintem... De diplomatikusan ugyanúgy látszani fog. Ki annyiféleképpen meg lehet fogalmazni, bocsánat, azt, hogy milyen szép kék a szem egy nyilván, és akkor, hogyha ez már benne van egy muzsikában, akkor már tudja, hogy a mulatóshoz egy picit közel áll. Ha visszamegyek egy jó 30 évet, akkor egy esküvőn szolgáltattam zenét, és odajött egy jól öltözött úriember, és azt mondta, gyere már ide, lakodalmas ne. Instrumentális muzsika, világslágerek, lakodalmas ne. Hát nagyon befeszültem, hisz egy lakodalomban mulatni szoktak az emberek, és ha nem is lassú, de valamiképpen gyors nót, ezt tudtuk húzni 9 óráig, és majdnem elzavartak minket az a többi 100 ember, hogy igenis mulatni jöttünk, és elkezdtünk játszani. Hajnal 2 órakor az az úriember, aki engem óva intett, hogy játsszak lakodalmast, ő táncolt az asztal tetején. Hát igen, én ezt mondom, én ezzel vezettem föl az egészet, hogy azért érezek ebbe a kérdésbe, vagy kérdésbe, vagy nem tudom, minek tettük föl álszentséget, mert egy idő után mindenhol elszabadul a pokol, és gyerünk. Igen, de ti hogy látjátok, hogy ez tényleg egy mostoha műfaj, mostoha gyerek, vagy ez egy önálló entitás, ugyanúgy, mint a rock, a hörgős metal, a techno, a rap, a hip-hop, a trap, teljesen mindegy mi, de hogy de megvan maga helye a piacon, és nem feltétlenül az emberek szívében? Az utóbbi 10 évet, hogyha csak magamról beszélek, akár a tévéműsoron keresztül, vagy a évente, mondjuk most nincs ez a kialakult helyzet, akkor én évente 100 vagy 150 falunapon rendezvényen fogok énekelni, és ott találkozhatok akár Dreddel is, Szandrával is, vagy különböző másik előadókkal, akikkel olyan jól tudjuk köszönteni egymást. És amikor felmegyünk egymás után, akár mondjuk egy popzenész után megyek fel mulatóst énekelni, ugyanolyan jó a hangulat, és ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy éneklik velem a dalokat. Én már ha lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ciki, de én az utóbbi 10 évben abszolút nem éreztem cikinek, hogy én mulatósabb dalokat ének. Ezért gondoltam azt, hogy van valamilyen ilyen színuszgörbe, ami alapján azért mégiscsak megy. Hát én azt gondolom, hogy vannak mulatós előadók, akik a maguk formájában megragadtak egy szinten. Most nem is akarnék senkit így párosítani. Nyugodtan. A drága Kadlót Karcsi barátunk, aki ezelőtt 50 éve még csinálta a lakodalmakat. Nyilván, hogyha
azt a zenét csinálja még mindig valaki, és olyan módon az már úgy nem állja meg a helyét, és nyilván jogos, hogyha azt mondja, hogy hát ez már nem. De a mai mulató zenét éneklő előadók, azok egy nagyon jó kis hangszereléssel megáldott muzsikát, és jó kis dalokat tudnak írni. Mm. És nem a feldolgozásokról beszélek, hanem azok, akik önálló gondolatokat, önálló szavakat, és önálló harmóniákat tesznek bele a muzsikába. Te, Alexandra, mondtad, hogy ugye operaénekesnek tanultál, és aztán utána az Eldorado ugye az inkább popposabb műfaj, de én nekem megint csak azt csiripelték a madarak, meg a titkosszolgált szakemberei, hogy azért a fellépéseken csak-csak előkerül mindig, hogy na, hogyha lehet, akkor az is szólaljon meg, meg ez is szólaljon meg. Ez egy előadónak nem, tehát mert egy DJ-nek lehet, hogy tehát vannak azok a szintű DJ-k, akik nem szereti már, hogy odaálljanak, és ja, jázd már le azt oda, tudod, ja, listen to your heart, és akkor hagyd táncolja. Nagyon régen voltál diszkóban már. De tényleg régen voltam, de hogy alapvetően ez nem zavar, tehát érted, mert nektek van egy programotok, van egy műsorotok, amivel felléptek, és egyszer csak megtalál valaki, hogy nyomjál már egy mulatot. Az a legkomolyabb, amikor egy százas is oda akar ragasztani a homlokodra. Régen kaptál te is gázsit százas. Euróba. Ja, értem. Igazából mi a kettőt nem keverjük, tehát mi amikor megyünk a pop előadói részünkre, akkor ott csak az van. Uh-huh. Viszont amikor mi megyünk a báli részére, akkor persze a popot is beletesszük, de igazából én úgy vettem észre az embereken, hogy amikor mi mind a kettőt ugye egyszerre éjszakásba csináljuk, nagyon-nagyon szeretik az emberek. És mi ezt szívvel, lélekkel csináljuk, és szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Én is szívvel, lélekkel csinálom a mulatósat is, a popot is, és látom, hogy szeretnek az emberek minket, és mi is szeretjük őket. Az operához még van közöd? Igen, van. És az milyen meglepetés lenne, nem? Egy mulatos után odaállná, és egy áriát. Lehet, hogy az a titok, hogy megvan a helye. Tehát az operába sem megy az ember mulatóst hallgatni, és egy lakodalomban sem operát szeretne feltétlenül hallgatni, és talán ez a... Én tökéletesen értem, hogy mondtok, azért boncolgatjuk, mert én is valahol ezt látom, hogy mindennek megvan a helye, csak ezt a piszkálódás részét. Abszolút. Nem látom, honnan ered, vagy miért. Nem elegáns, egy kicsit vircsaft mindig, és nagyon sokan mondjuk ezek a jobban öltözött emberek is megpróbálnak valamilyen brandet maguknak felállítani, és azt szerint élni, valahogy az már nem fér bele, de csak a nagy közönség előtt, ahogy említettétek is többször. Nyilván itt valahogy... A családon belül mehet. Sőt, kötelező. Valójában szerintem ezt a fajta ilyen ellentétet, vagy feszültséget, azt az a fajta, nem is tudom, saját életbuborék képzi az emberek fejébe, amiben élnek. Tehát, hogyha... Az inkább ilyen elvárások akkor, nem ilyen külsőségek? Egyrészt igen, meg másrészt, hogyha te rockzenész vagy, és éppen koncertezel, mint rockzenész, akkor azt látod, hogy na látod, itt van a sok ember az én koncertemen. Persze, mert te azt látod, mert azt nem látja, hogy amikor a Sihel Feri van ott, akkor a Sihel Ferinél vannak ugyanúgy sokan, és ugyanez előfordul egyébként nyilván a mulatós vagy szórakoztató műfajban lévő emberekkel is, hogy ők azt látják a színpadról, hogy én állok a színpadon, itt van a nagyon sok ember, viszont ők meg azt a koncertet nem látják, amin meg a rockzenész játszik. Tehát, hogy mindenki a saját kis buborékjában azt gondolja, hogy megfejtette a világot, és ő a legnépszerűbb, ő a legérdekesebb, mindenki rá kíváncsi, miközben párhuzamos valóságok vannak. Megvan a mulatós világnak a belső hierarchiája és közönsége, és mondjuk megvan a különböző műfajoknak is, de mindenki azt látja, amit látni szeretne, vagy amiben éppen él. Hát a szép Matrix van, és persze. Abszolút. És ilyenkor csak az történik, hogy hát de nem mond már nekem, hogy a Szandráéknak van fellépése, hát egyetlen egy helyen se találkoztunk. Hát persze. Hát mert rockfesztiválokra nem hívják őket, hát nyilván nem találkoztak. Aha. De figyelj, voltunk még az Indivel közösen egy eseményen, most nem mondom direkt, de szerintem mindannyian tudjuk is, talán tavaly nyáron voltunk Eiffel téren Budapesten, és ott, ahogy néztük a vendég közeget, egyből kiszúrtuk azt, hogy ki a mulatos előadó. Ez egy szándékos, idézőjeles polgárpukkasztás, mert annyira speckó a motyó, annyira speckó a design, igen, hogy ez, vagy ez a stíló, és akkor ezzel nincs mit tenni. Nyilván, persze. Általában mondjuk, hogyha egy toppon lévő mulatos előadót mondok, akkor valószínű, hogy megérkezik egy nagyon jó kis autóval, kiszáll egy nagyon
fullos öltönybe, sőt, még a cipője is fura szerintem. És, tudnám, honnan veszik ezeket a fényes zakókat, komolyan. Snoop doktor. Én is 85-ből megmaradtak, mert emlékszem, hogy akkor volt ez nagyon trendi, 85-86. Szerintem ez onnét jön, hogy ugye az éjszakában nagyon sok mulatos zenész, szórakoztató muzsikus játszott, ugye lakodalmak, meg kell lenni, mindig elegánsan vagy elegánsabban az átlagnál. És egy kicsit extrém lett mondjuk a mostani viselet, de hát ma már egy más az öltözet. Tehát azért a legtöbb mulatos zenész, annak van egy előélete, ahol mondjuk éttermekben játszott. Vagy én ezt akartam párhuzamba hozni, hogy ugye belvárosban lakom, és ott rendszeresen láttuk, hogy ki a zenész, még ha nem is vitt Hegedű tokot. Ja, persze, abszolút. A ruha öltözte. A ruhat eszi az ember. Igen. Mindig tudjuk azt, hogy nem tudom, például egy Axl Rose, vagy nem tudom, ezek a nagy rock, meg minden másfajta műfajnak a képviselőjének vannak valami inspirációs háttere, vagy klasszikus zenéből jött és elment ő is rockozni, vagy valaki, vagy a Deep Purple-t hallgatta. Mit hallgatott egy mulatos emberke korábban? 3+2-t, mert ezt az egyet említettük idáig. Akár persze, de... Van olyan az inspiráció, csak az érzelmem világ, vagy valami zeneileg is megvan? Igazából szerintem az, hogy vannak ezek a nagyon tradicionális mulatos noták gyerekként, meg lagzikban nyilván azt elénekeli az ember, de hogy miből táplálkozunk, az én szövegeim például, kérlek bíz bennem, hisz segítek neked, bármi is történjen, én itt leszek veled. Tehát ez a mondat mondjuk mulatos formába öntve se egy rossz üzenet, vagy amit ezt akarom közvetíteni, ezt is fogom nyilván az embereknek átadni, de az a táplálkozásom, hogy mindenképpen valami vidám formába normális szövegeket énekelni. Ha mondjuk 3+2-t említem, akkor ők is nyilván egy olyan fajta életérzést adtak át, ami arra késztette az embereket, hogy együtt énekeljük a Kicsinyfalumat, vagy a Kombinérra ugráljunk. Jó, de jó dal az. Igen. És ha azt énekelnék, akkor nyilván mindenki beszállna, és együtt énekelni. De a Kicsinyfalum az nem is annyira vidám. Nem vidám, de azt is a mulatóshoz sorolná nagyon sok ember. Igen. Csináltunk egyszer egy ilyen adást, igen. Igen. Nagyon szép. És minden bálba el kell énekelni. Komolyan? Há, így van. De tényleg nagyon csöndben voltál, így nem is hallottam hangodat az előzőt. Titeket mi? Tehát igen, hogy alapvetőleg ugye, mert hogy oké, mondod, hogy pop vonalat képviseltek, de valamiért ugye nyilván az érintitek a mulatos, többek között azért meg kérik, vagy nem kérik, teljesen mindegy, de valamennyivel érintitek. Titeket mi inspirál? Zeneileg oké, hogy a férjed rockzenész volt, te meg opera énekes, mondjuk ez a kettő is tök gyökeresen ellentétes. Honnan jönnek a szövegsztorik, tehát hogy miről szól a dal, mert az nagyon érdekes, mert nekem az a meglátás, hogy mindenki nagyon romantikus, aki mulatos, vagy szomorú. Ez a kettő van, nem? Vagy popzenész. Tehát, hogy azért a popzene alapvetően kifejezetten ezekre az érzelmi alapú dolgokra épít. Tehát, hogyha megnézzük a általad említett Guns N' Roses-t, vagy nem tudom, ott ugyanazok a szerelmes dalok vannak tulajdonképpen. Tehát ez egyfajta klisé, hát csak nem, lehet ezt így mondani. Nem ebbe a tempóban. Hát a ritmika más, de a szöveg az igazából nem. Tehát, hogy az meg honnan jön? Hát, Istenem, hát mi érdekel bennünket? Enni, inni? A többit nem mondja. A többit azt most halljuk. Hát, annyira nem igaz, hogy a romantika. Most lehet, hogy mondjuk ezt a dalt én kiemeltem, bocsánat. De ha nekem van 10 nagy lemezem, vagy 12, vagy teljesen mindegy, talán egy lassú dal van. Szavalni nem tudom, énekelni jobban tudnám őket. Tehát mind arról szól, például fekete véremből cigányzene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom. Ez sem mondjuk a romantikáról, de mégis ez is egy pozitív üzenet szerintem. Abszolút. Megénekelem a származásomat, de a család mindig nagyon fontos. Vagy a nem kérek Istenem aranyat, nem kérek csillogást, csak boldogság legyen a szívembe, édes csókot, sok-sok jobbot, jó egészséget. Tehát ezek is szerintem olyan üzenetek, amik nem annyira romantikusak, és mégis tudják velünk énekelni. És az a jó, hogy magunkkal húzzuk azokat az embereket, akiknek vannak álmaik, mert azért vannak szegényebb rétegű, közép és gazdag, a szegény, hogyha azt énekeljük, hogy beülök a fullos autóba, akkor lesz egy álomvilág neki, ami lehet, hogy majd megvalósul, ha folyamatosan énekeli, hát a vonzás törvény. De egyébként most a mostani trap zenékben ugyanez van, tehát ott is a fullos autó,
meg a gálcsik, meg a szórjuk a pénzt van. Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem ez abszolút... Valahol ez a mulatos muzsika egy picit megint csak más dolog, mint általában mulatos zene. Vagy a lakodalmas, a mulatos, a különböző grúvokra épülő zenék, amikor belövöm a hajamat, és fölveszem hát a legszebb cipőm, és beülök a legnagyobb verdába, és mindenki engem néz, mert rajosan mulatok a buliba. Tehát ez megint egy másik világ. Uh-huh. Ez hogy csinál, hogy neve? Ja, de igen. Ezek kellenek mind az éjszakás bulikba. Tehát úgy, ahogy a Siel Ferit dalai, vagy bárki más dala, az mind kell. Uh-huh. És ezt igénylik az emberek. Ja, és nem a roma közösségének eléleg legjobban. Így van, hanem a magyarok. Uh-huh. És ez kell nekik. De hogyha én eléneklem a nézését meg a járását, mint ahogy az elején említetted, az biztos, hogy utána még följön még egyszer, két dal után, hogy még egyszer jelzd el. Bocsánat, picit átvenném a műsorvezetői szerepet. Engem mindig az érdekelt a mulatós műfajban, és ezt sose tudtam megfejteni, hogy egyéb műfajokban az előadók saját dalokkal operálnak jó részt, sőt, szinte kizárólag. A mulatós az meg egy ilyen tök átjárható műfaj, tehát hogy ott mindenki énekli a nézését, járását, mindenki énekli azt a nem tudom 15, 20 vagy 50 darab olyan dalt, és a közönség bárkitől fogadja ezeket a dalokat. Tehát miért nem mert alakult ki dolog, azt, hogy... Na, van eredete szerintem. Több tíz évre visszamenőleg már hallott apjától, nagyapjától, ilyen bulitól, olyan bulitól, tehát nem egy személyhez vagy egy előadóhoz köti. Igen, igen, igen. És ezért működik mindenki előadásában. És ez is a baj, pontosan. De nyilván nem az előadó viszi el a sikert, hanem maga a dal. De... Igen, 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 és ez érdekelt engem, hogy ezt hogy lehet így megcsinálni, mert tök jó csinálják a rockzenekart, és elénekelném azokat a klasszikus rockzenéket, az nem működne. Hát az is egy artisztus aranybánya lenne akkor. De egyébként, hogyha ugye nyilván, hogyha sokat adsz elő egy bizonyos dalt, akkor az valakinek termeli a pénzt alapvetően. Igen, de értem, amit te feszegedsz, hogy amíg én, mint rockzenész, elénekelném a Gangstól a dalt, valamelyiket, akkor én ciki lennék. Hogy miért az ő dalát, kivéve akkor, amikor én még csak feltörekvő, próbálkozó igen, valaki igen, vagyok, igen, igen. És egyet becsempészek a repertoárom, de hogyha másod előtt énekelném, az rock felfogásban, rockzeneszként, az ciki. Mulatosban nem ciki abszolút egymás ismert dalait előadni. Maga a műfaj a lényeg, nem? És az előadók meg hát gyakorlatilag legitimalizálják azt, ami elhangzik. Szóval azért mondtam, és még bocsánat, én mindig az indi már megszokta, hogy mindig turkálok a zsebekbe, de nem konkrét összegekre vagyok kácsi. Mekkora biznisz mondjuk a 100%-on belül magyarországi tekintetben, hát nyilván magyarországi tekintetben a mulatós műfaj százalékban. Hűha. Hát több részre lehet ugye bontani, egyrészt ugye a fellépti díjak, tehát a gázsik tekintetében, illetve mondjuk a jogdíjak tekintetében, hát nagy-nagy hülyeséget nem akarok mondani, de hát azt kell látni, hogy Magyarországon van 3800 település, aminek ugye nagy része az kis település, ott nem nagy élő koncertek lesznek nagy részt. És hogyha valaki ezt így nagyjából fejben felszorozza, akkor én azt gondolom, hogy a piaci részesedésnek egy elég vastag része megy ebbe a műfajba, az előadások tekintetébe, tehát a koncertek tekintetébe. Szerző jogdíj szempontjából is nagyon komoly ez az arány, ugyanis a televíziós jogdíjak a legmagasabbak, és gyakorlatilag Magyarországon 3-4 zenei televízió működik jelen pillanatban, amiből mondjuk 3 elég erősen játssza ezeket a dalokat. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon komoly fegyvertény a mulatósok javára, vagy a szórakoztató zenében működők javára. Lassan a végére érünk, de egy összegzésként akkor abba egyet tudunk érteni, abban, szép magyaros, abba, az egy másik zenekarban. Na mindegy, hogy akkor ennek a műfajnak megvan a helye, sőt, elég masszív helye van a magyar zenei palettán. Egyáltalán nem ciki.
Ebben egyet tudunk érteni, mindannyian. Ebben simán. Én nem tartom cikinek, sőt, magamat nem tartom cikinek. De nem is, de nem az, tehát igazából mi nem személyre szabott témákat, hanem... Persze, abszolút, de ha mondjuk itt a ciki jelzőt használom, akkor most már nem is a zenét tartják annak, hanem magát az előadót, mert sajnos vannak olyan előadók, akik eleve valahogy nem a földön járnak, és nincsenek önmagukkal képbe. Tehát szerintem akkor lehet, hogy már megvan a válaszunk a felvetésre. Ugye már ezt próbáltuk. Itt, hogy hát mégis mi lehet ez? Énekelnek olyanok is, akiknek abszolút nem kellene énekelni, és pont, hogy nem azt kell. Igen, ezt az egyet neveséztük ki, hogy ugyanúgy, ahogy elindult a DJ-k körébe, és az milliárd lett, mert viszonylag könnyen rágyúrható, így mulatos sztárból is rengeteg lett az utóbbi 5-10 év alatt. És ugyanazt énekelik nagyjából. Igen, erre kijutottunk, hogy van az az 50 dal, ami kering. Igen. De hogy erre nagyon sok előadó lett, és nem mindig gondolom az jut el a közönséghez, aki ezt jó formába közli. Igen, és ezt én határozottan állítom, hogy az egy kicsit azért ciki lehet. Uh-huh. Na, hát azt hiszem, ez egy tök jó vége. Igen. Ennek a mámai adásnak, hogy mindig ilyen szép magyarosan beszél. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok vendégeinknek. Szeretném megköszönni Sihel Feri zeneszerző énekesnek. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Szeker Alexandrának, az Eldorado együttes énekesének. Köszi, Alexandra. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dreadbíró Zsoltnak, zeneipari szakértőnek, hogy itt volt velünk, és köszönjük a gondolatokat és a jelenlétet. Reméljük, jól éreztétek magatokat. Mi pedig elbúcsúzunk. Hát valamikor találkozunk, igen. Konkrétan egy hét múlva. Ja, pontosan. Ja, úgy szoktunk. Egy pár éve. Na, szóval akkor addig is hallgassátok a tartalmainkat, vissza lehet hallgatni a Manna FM social media csatornáin, YouTube-on, Spotify-on, ott vagyunk. Úgyhogy... Vizuálisan is vissza lehet tekinteni. Ja, természetesen, hogyha valakinek hiányoznák ezek a szép magyar gyerekek itt. Na, sziasztok! Sziasztok! Véleményvezérek, vagyis Kembe Szorel és Indián. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.